Eckhart Tolle videójából részlet. Mint emlékeztek, időnként megemlítem a kereszt szimbolikáját, vagy ezek egyikét, a keresztet, mint a függőleges és a vízszintes dimenzió megcéspontját. És ez egy hasznos emlékeztető az életetekben, hogy ne veszítsétek el a kapcsolatotokat a függőleges dimenzióval, ami a jelen pillanatban nyílik meg. Amit a lét dimenziójának is nevezhetnénk. Ebben a függőleges dimenzióban már egészek, teljesek vagytok. Nincs mit hozzátenni, mert ez a te lényeged, az időtlen lényeged, aki vagy, és ez kapcsolódik minden élet forrásához. Örökké a forráshoz kapcsolódik. Ez a forrás kisugárzása bármilyen nevet is akarsz adni annak, amit én most a forrásnak, eredetnek nevezek. Ez tehát a forráshoz való kapcsolódás. És ez a forrással való egységetek, ami csak a függőleges dimenzióban található meg, amit nevezhetünk úgy is, hogy a lét dimenziója. Ez akkor nyílik meg, amikor jelenlévővé váltok megszűnik a gondolkodás áramlása, nem számít milyen hosszú ideig, és megnyílik egy tér, egy belső tágasság. És ebben felismeritek annak a mélységét, hogy kik vagytok, de nincs fogalmi felismerés. Csak egy csendes tudás van, egy csendes felismerése annak a lénynek, hogy ki vagy, annak a jelenlétnek, ami vagy. A függőleges dimenzió a vízszintes dimenzió pedig az, amelyet nevezhetnénk úgy is, hogy cselekvés. Ez magában foglalja a gondolkodást, mert a gondolkodás is egyfajta cselekvés. Tehát abban a pillanatban, amikor a gondolkodás irányába mozdulsz el, a horizontális, vízszintes dimenzióban vagy. És akkor a cselekvés, szintén gondolkodás, majd cselekvéssé válik. Teszel valamit, ahhoz, hogy azonnal tegyél valamit, időre van szükség. Időre van szükségetek. Bármit is teszel, időre van szükséged. Még egy csésze a elkészítéséhez is időre van szükséged. Bármilyen cselekvéshez, gondolkodáshoz időre van szükség. Tehát belép az idő. Ez a horizontális dimenzió része. Ott időre van szükségetek. Az időnek két polaritása van. Az idő egyrészt lehetővé teszi számodra a növekedést. Lehetővé teszi, hogy folyamatosan fejlődj itt ebben a dimenzióban. Új ismereteket, új tapasztalatokat szerezhetsz, kipróbálhatsz dolgokat, és mint személyiség érettebbé válhatsz. Több tudásra tehetsz szert. De ha folyamatosan hiányzik a függőleges dimenzió, akkor személyed korlátai egyre növekednek. Majd minél idősebb leszel, rájössz, hogy bármit is érsz el a vízszintes dimenzióban, annak óriási korlátai vannak, és végső soron soha nem teljesednek ki. De itt ez nem tagadható meg tőled. Szükséged van a horizontális dimenzióra is, és meg kell becsülnöd. Nem mondhatod csak úgy, hogy rendben, nem foglalkozom többé semmivel, mert ez majd mind a jövő. Az egész csak jövő. Csak hagyjanak nekem békét. Én csak a függőleges dimenziót akarom. Akkor az általam említett vízszintes dimenzió követeléseket támaszt veled szemben. És ha nem állított kihívás elé magad, akkor a kihívás fog megjelenni és az elé állít téged. És még ha kihívást is támasztasz magaddal szemben, ez is kihívást fog jelenteni. Szóval, ez az, ezek a dimenziók, az életművészete az, hogy a kettőt összhangba hozzuk, hogy amikor gondolkodsz és cselekszel, ne tévedj el teljesen a gondolkodásban és a cselekvésben. Mert ekkor túlzott jelentőséget tulajdonítasz a világ dolgainak teljes mértékben jelentőség teljesek a világ dolgai, beleértve a vagyoni helyzeted eredményei, bármi legyen is az. És túlzott fontosságot tulajdonítasz a világ dolgainak. És akkor ez a világ felemész téged, és elveszíted magad benne. És ez szörnyű sors. Különbség van a között, hogy tiszteled -e a világ dolgait, és a között, hogy abszolút fontosságot tulajdonítasz ennek, amit valójában nem érdemelnek meg. Relatív jelentőségük van. Tehát foglalkoznod kell vele. De ugyanakkor tudnod kell, hogy van valami sokkal alapvetőbb. Ez nem zárja ki, hogy foglalkozz vele, de van valami alapvetőbb, és ez a lényeg. A lényeg, ami a tudatosságod, de ez a személy nem te vagy. Tehát azért nagyszerű dolog, hogy a dolgok rosszul mennek a horizontális dimenzióban, ami időről időre megtörténik, talán észrevettétek már a személyes életetekben, vagy egy kollektívában, hogy a dolgok rosszul mennek, nem számít, hogy mennyire vagytok óvatosak. Nem számít, hogy mennyi biztosításotok van, nyugdíjbiztosításotok. Ezekkel a dolgokkal nincs semmi baj, de ez nem számít a világ kihívás elé állít benneteket, és észre fogjátok venni, hogy van valami labilis a világban. Van valami bizonytalan az emberekben. Bízol ebben az emberben és abban az emberben. Aztán hirtelen átváltoznak valaki mássá. Bárhová is megyünk, mindig találunk egy kisebb, vagy nagyon gyakran nagyobb bizonytalan elemet. És egy idő után, amikor már csak ezt ismered, bizalmatlanná válsz a világgal és az emberekkel szemben is, mert sosem tudhatod, mit fognak legközelebb tenni, mert annyi férfiban vagy nőben bíztál meg. És akkor azt mondod, nem akarok tudni róluk. Hogy férfiról vagy nőről van szó, nem számít. Megbíztam bennük, és mindig csalódást okoztak. Ahogy már Butha is felismerte, minden helyzet és minden ember, ha csak ezt ismered, és ha abszolút fontosságot tulajdonítasz neki, és követeled, hogy kielégítsen, és boldoggá tegyen, akár szeméről, akár helyzetről van szó, csalódni fogsz. Kiábrándulsz. És akkor azzá válsz. Ez egy csodálatos szó. Kiábrándult vagyok. Nos, ez biztos jó dolog, mert ez egy illúzió vége. Annyira kiábrándultam ebből a földkerekségből és az emberekből. És akkor ennek alapján az emberek furcsa elméleteket fogalmaznak meg a világról, és elmondhatják, hogy milyen rossz az egész. Szóval, ezt fontos megjegyezni. A vízszintes, említettem, bármi is történik itt ebben a világban, az cserben fog hagyni téged. Ha feltétlen fontosságot tulajdonítasz neki, akkor cserben fog hagyni. És ha nem tulajdonítasz neki feltétlen fontosságot, mert a függőlegeshez kapcsolódsz, ez sugárzik, ez a megelégedettség, a létet folyamatos forrása. A világ még mindig cserben hagyhat, de ez már nem számít nagyon sokat. Nem tesz boldogtalanná. Teljesen rendben vagy azzal, hogy felismered a világ dolgainak korlátait. Ha nem leszel boldogtalan, és nem ítéled meg az embereket a viselkedésük alapján, amit a mentális érzelmi kondicionálásuk részeként nyilvánítanak meg. És nem kevered össze egy ember mentális érzelmi kondicionáltságát azzal, aki alapvetően ő maga. Túl tudsz lépni ezen a téren, mert ez a horizontális dimenzió része, és mélyebbre tudsz nézni és ez csodálatos felszabadulás. De ez csak akkor történhet meg, ha a függőlegeshez kapcsolódsz. Ha képes vagy mozdulatlanná és jelenlévővé válni. Nem számít, mennyi időre. De megtalálod ezeket a belső tereket, a buddhista tudatosság belső tereit, ahol a gondolkodást felváltja a tudatosság, vagy a jelenlét. És akkor teljesen más módon nézel egy másik emberi lényre, a gondolkodás fátyolán keresztül. Még ha sok tudást halmoztatok is fel, amikor egy másik emberi lényre tekintetek, a tudás, amiben sok igazság van, mégis nagyon korlátozott. Mindössze az emberi lény kondicionáltságát ismered fel, ami az embert alkotja. Tehát, a gondolkodás fátyolán keresztül nézed, és aztán elengeded azt. És akkor a tudatosságon vagy a jelenléten keresztül nézel egy emberi lényre, és nincs fogalomalkotás. Van egy mély ismeret, és úgy szólván képes vagy betekinteni a lényegébe, hogy ki is ő. De csak akkor, ha ez a képesség a lényegedből ered. És a lényege egy. Te vagy a másik. És akkor jön a másik felismerése, ami egy, ami a lényegedben te is vagy, mert ugyanabból a forrásból eredtek. Tehát nem itt kívül vagytok egy, hanem ott, legbelül. Felolvasta, Korek Mária, köszönöm a meghallgatást!